Elmaradó fordulat és reform. Az 1980-as évek. Az 1980-as években már érezhető volt a szocialista tervgazdasági rendszer hátránya és fenntarthatatlansága a piacgazdasághoz képest. Így az évtized a húzd meg erezd meg jegyében telt, ahol az állam újabb és újabb szabályozási elemekkel próbálkozott, majd ezeket korrigálta, finom hangolta. 1984-től 1989-ig az éves átlagos gazdasági növekedés mindössze 1% volt. Bár teljes foglalkoztatás volt, ez valójában kapun belüli munkanélküliséget jelentett. Papíron mindenkinek volt munkája valamelyik vállalatnál, ahol azonban nem volt annyi feladat, hogy minden alkalmazottnak munkát tudjanak adni. Sokan csak lézengtek a munkahelyeken, ami hozzájárult a vállalatok rossz, veszteséges működéséhez. A gazdaságra rátelepedő állam sokáig próbálta megakadályozni az árak emelkedését, azonban az 1980-as években ez már nem volt fenntartható. A vállalatok rossz működése miatt azonban a termelékenység növekedése elmaradt a versenytársainktól. Az 1980-as évek áremelései azzal kezdődtek, hogy egy kiló kenyérára 3 forint 60 fillérről 5 forint 40 fillérre nőtt. Az árak emelésével nem tartott lépést a bérek emelése, így a dolgozók jövedelme egyre kevesebbet ért. Az állam ennek ellenére egyidejűleg próbálta fenntartani az életszínvonalat és folytatni az állami nagyberuházásokat, ami az adósság további növekedését vonta maga után. Magyarország olyan sok tartozást halmozott fel a külföldi hitelezők felé, hogy 1982-ben hazánk tagságért folyamodott a Nemzetközi Valuta Alapban és a Világbankban. A társadalmi elégedetlenség elkerülésére az állam nyitva hagyott egy kiskaput. Lehetőséget teremtett arra, hogy akár állami alkalmazottként is lehessen vállalkozni, és így többletjövedelemre szert tenni. Sokan kezdtek így saját vállalkozásba, amely csoportok neve akkoriban GMK, gazdasági munkaközösség, és VGMK, vállalati gazdasági munkaközösség volt. Az évtized végére a rendszer egyre tarthatatlanabbá vált, ezért a piacgazdaságra jellemző gazdaságirányítás egyre több elemét vezette be az állam. A modern adórendszer például már 1986-tól megjelent. Addig csak a vállalatok és a magánvállalkozók fizettek adót, de ezt követően bevezették a ma ismert személyi jövedelemadót, általános forgalmi adót és társasági adót. Kialakult a kétszintű bankrendszer is. A központi bank mellett létrejött több kereskedelmi bank is, ahonnan a vállalatok és a magánszemélyek vehetnek fel hitelt és helyezhetik el megtakarításaikat. A központi bank pedig a bankok bankja és részben az állam bankja marad. Az évtized végére látszott, hogy a részleges reform nem elegendő, hanem teljes társadalmi és gazdasági változás kell, és nem csak Magyarországon, de a teljes szocialista blokkban egyaránt. Készült a Magyar Nemzeti Bank megbízásából.